Ágyú Média alapító szerkesztője, és önök most egy pódiumbeszélgetést fognak hallani a két tiszapárti vezetővel. Én szerintem egy eseménydús héten van túl Magyar Péter, illetve a tiszapárt, illetve a európai parlamenti képviselőik, hiszen volt egy vita, ami elvileg másról kellett volna, hogy szóljon, mégis a normálisabb sajtóban Magyar Péter és Orbán Viktor párharcáról szólt, a nem sajtóban pedig hát Magyar Péter egyik bizonyos testrészéről szólt, majd erről is fogunk beszélgetni, legalábbis én szándék. Te. Régi vágyam, tehát ez a szakma csúcsa. Akkor a megafonhoz kérhetnéd a felvételet. Igen, a szakma csúcsa, hogy egy politikusnak a... Nem tudom, mit kell mondani színpadon, hogyan kell ezt szalonképesen. Minden esetre szerintem kezdjük a plenáris héttel, az Európai Parlament plenáris hetével. Ott ugyebár elvileg a Magyarország, mint az Európai Unió tanácsának soros elnökének programjáról kellett volna szólnia ennek a bizonyos szerda délelőtti vitának, mégis tulajdonképpen... Hát nem erről szólt, hanem Magyarországról és Orbán Viktorról. Mit tapasztalt Magyar Péter ebben a vitában, és hogyha lehet, akkor hát legyen már közte néhány kulisszatitok is. Köszönöm szépen, Balázs, köszönöm a lehetőséget, és köszöntök mindenkit. Mielőtt a kérdésre válaszolnék, hagyd mondjam el, hogy hol vagyunk, és mi az apropó, mert ezt a műsorvezető úr kifelejtette, inkább beszélt egy testrészemről, úgyhogy ugye az élőadást nézőknek szeretnék tájékoztatást adni, hogy egyébként Ajkán vagyunk, Veszprém megyében vagyunk, a Veszprém megyei Tiszaszigetek találkozóján. Egészen pontosan, ha jól tudom, 12 Tiszasziget volt, és most alakult egy 13. egy devecseri Tiszasziget, úgyhogy 13 Tiszasziget tagjai vannak itt ezen a találkozón. Csak ez a 13 Tiszasziget, ez majd 400 embert jelent. Ha jól tudom, minden Veszprém megyei városból vannak itt Tiszaszigetek, úgyhogy köszöntünk mindenkit, és nagyon szépen köszönjük a szervezőknek, hogy ezt a csodás napot megszervezték. Sokan vagyunk. És egy csodálatos főzőverseny is van, még mielőtt elkezdődött ez az adás, és mielőtt áttérnék a rendkívül izgalmas és mindenki által ismert strasbourgi vitára, elmondom, hogy részt vettünk egy főzőversenyen, vagyis nekünk csak a zsűrizés jutott idézőjelbe, úgyhogy mi voltunk a szerencsések. Én egyébként miért nem voltam zsűritag? Ez fontos kérdés szerintem. Ezt ne velem beszéld meg, ezt a szervezőkkel. Lehet, hogy nem bíznak az ízlésedbe, szóval... Nagyon finom székelykáposztát, halászlevet, narancsos buktát, slambucot és sokfajta finomságot kellett, vagyis lehetett kóstolnunk, és a pontszámok már megvannak, és a beszélgetés végén fogja kihirdetni a zsűri a végeredményt. De egyébként rengeteg fiatal van itt, gyerekeknek is játszó lehetőség, úgyhogy köszönjük szépen a szervezést, meg azt is, hogy megkaptuk jutányos áron ezt a sportcsarnokot. Kicsit féltek a szervezők, nem bíztak a jó időbe, hiába mondtam nekik, hogy biztos, hogy sütni fog a nap. Úgyhogy itt bent vagyunk, de örülünk, hogy kint is lehet programokat bonyolítani. Úgyhogy hálás vagyok mindenkinek, aki el tudott jönni, hogy ilyen sokan itt vagytok, és hogy ilyen aktívak vagytok, és ennyi fajta program szerveződik itt Balaton-Almáditól egészen Sümegen át Ajkáig. És örülök, hogy itt lehetek egyébként Bánthoz közel, ahol a nagyszüleim és a dédszüleim fekszenek a temetőbe, úgyhogy amikor megyek haladni. És köszönöm a bándiaknak, hogy ilyen sokan eljöttek, és örülök, hogy be tudok menni majd hazafelé a temetőbe is. És akkor visszatérek a szerkesztő úr, műsorvezető úr kérdésére. Ő tudna egyébként kulisszatitkokat elmesélni, mert ő is kint volt Strasbourgban, és amikor jött hazafelé, akkor a vonaton volt egy robbanás, és leállították és evakuálták őket, sokkal izgalmasabb, mint az egész vita. És mondta, hogy csak tegnap délután, vagy tegnap ért haza. A viccet félretéve valóban megvolt ez a strasbourgi európai parlamenti vita, sokak által régen várt vita. Én nagyon örülök neki, gondolom sokan látták, legalább egy összefoglalót róla. Én örülök neki, hogy létrejött, és hogy végre több hónap után, mondjuk az fél év után a magyar miniszterelnöknek föltehettem sok millió magyar ember nevébe olyan kérdéseket, amely valóban érdekli a magyar embereket, befolyásolja az életüket, legyen szó egészségügyről, vagy a széteső oktatásról, vagy a felgyulladó vonatokról, mert nem csak Strasbourgban van ilyen, hogy robbanás,
Vagyis hát volt erre egy vicc, amikor ez nem is annyira vicces, mi éltünk kint Brüsszelben 8-9 évet, és ott volt egy terrortámadás, és felrobbantották a metrót, és a reptéren is volt egy robbanás, és nagyon sokan meghaltak, és akkor kicsit átértékeltük magunkba a dolgokat, és azt mondtuk, hogy jó, hát a budapesti metró az néha késik, néha nincs, néha füstöl, de legalább nem robban föl, szóval mindennek van persze egy másik optikája, attól függ, honnan nézi az ember. Mindenesetre örülök, hogy a miniszterelnök úrnak sok kérdést feltettem, nem voltak elvárásaim, nem voltak illúzióim, de mégis egy kicsit sajnálom, hogy nem élt ezzel a lehetőséggel, hogy ott a plenáris ülésen válaszoljon legalább egy-két ilyen kérdésre. Nem csak ő nem válaszolt, hanem a fideszes képviselők sem. Mindegyik elmondta a betanult egyperces szövegét, amit utána a propaganda használhatott és leadhatott. Egyáltalán nem érdekelte őket ott a beszélgetés, meg az egész vita. Egyébként szerintem hasznos volt, mindenki láthatta, hogy nagyjából egész Európa tisztában van a magyar viszonyokkal. A miniszterelnök pedig a szokásoknak megfelelően Orbán Balázs tanácsára és rendezésében inkább beszélt világrendszerváltásról és lattávokádóról, és nem törődött a magyar emberek problémáival. Igazad van, hogy a vita alapvetően a Magyar Uniós elnökségről szól, de mindenki tudta, hogy nem erről lesz szó, hiszen egyrészt az elnökségnek mindjárt vége van, másrészt az európai parlamenti választások miatt két intézményi ciklus között vagyunk, és ilyenkor nincs igazi érdemi jogalkotás intézményekben, úgyhogy bőven beszélünk. Ugye félórás expozéjában még a háborúról egy szót sem ejtett. Az a miniszterelnök, akinek az egész választási kampánya a háborúba való riogatásról szólt, a háborús pszichózisról szólt. Hát meg ugye most is háborús veszélyhelyzetben élünk. Így van, ugye rendeleti kormányzásban most hosszabbították meg újabb fél évvel a veszélyhelyzetet. És az az érdekes, hogy azon kívül, hogy ezt a propaganda használja 7 nap alá téve, és próbálják ezzel revolverezni a politikai ellenfeleiket, tényleges hatását nem látjuk. Szerencsére a háborút sem, de a felkészülést sem. Tehát, hogyha arról beszélünk, azon kívül, hogy Csádba elküldünk magyar katonákat, meg épül itt nem is olyan messze, talán Várpalotán egy lőszergyár, épül fegyvergyár is, épül harckocsi gyár is, sok minden épül, mint egy békés országban, ugye. De ezen kívül semmit nem látunk, hogy mivel lenne ez jobb a magyar embereknek, mivel adna több biztonságot az, hogy egy háborús veszélyhelyzeti állapot van kihirdetve most már sokat szorra Magyarországon. Hogyha a Tiborcnak ma délután eszébe jut, hogy az alapkezelőn kívül, a bankon kívül, a közlekedésen kívül, a szállodaiparon kívül, a teljes turizmuson kívül, és most nem tudom még mit, kastély, nem tudom mit nem soroltam még föl, még mondjuk kellene neki holnaptól a másik fele is a Balatonnak, akkor tudnak hozni egy kormányrendeltet ma, és éjfélkor kihirdetik a magyar közlönybe, és másnap, mintha mi se történt volna már Tiborcz Istváné minden, úgyhogy ennyi köze van. Kulisszatitkok nem tudok neked mondani, de ha rákérdezel valamire, akkor hallgatlak. Miniszterelnök úr, amikor nagy nehezen kezet fogott veled, akkor mondott te valamit, vagy ott abban a szituációban, azt hiszem, hogy ez egy sokat fogják mutogatni ezt a fotót, ami ott elkészült. A 2026-os választásokig mondott-e ekkor valamit, vagy milyen gesztust láttál, tettő, mit láttál az arcán? Ez szerintem nagyon sokat érdekel, hogy milyen a miniszterelnök ilyen közelségből, és hogyan reagál egy ilyen dologra. Illetve, hogy amit bemutattak a médiában, mindegy, ezt nem is kérdezem meg. Szóval, hogy... Hogy ez előtte volt, vagy utána? Igen. Hát akkor kérdezz meg, mert nem hallják a nézőt. Mikor volt az eset? Jó, de nem, ennél komolyabbat akarok majd erről kérdezni. Szóval milyen a miniszterelnök? Még ennél is komolyabbat. Milyen közelből a miniszterelnök, mit tapasztaltál, milyen volt ez a helyzet? Ugye azt elmondtad, ott kint készítettünk egy beszélgetést frissiben, ott elmondtad, hogy Gulyás Gergelynek üdvözölted a szüleit, annyit mondtál neki, illetve Orbán Balázsnak pedig azt mondtad, hogy szégyeld magad, ugye? Jól idézem? Igen. De mégis a miniszterelnökkel milyen volt ez a pár másodperces jelenet? Hát én előre eldöntöttem, hogy oda fogok menni, én ismerem ezt a részt, mert ott dolgoztam az Európai Parlamentben, tudtam, hogy hol fog ülni. Előző este bementünk és körbe is jártuk, hogy fog kinézni ez az egész dolog. És én nem tudom, engem ilyen családban neveltek, hogyha akár sportverseny van, akár bármilyen találkozó, akkor az ember köszön akkor is, hogyha az ellenfelével vív éppen akár sportversenyt, akár politikait. Utána is szerettem volna vele kezet fogni, de akkor már kimenekítették, úgyhogy akkor már nem tudtam.
és tudtam azt, hogy ő fog előttem beszélni az a második körös felszólalásában, és le fog oda ülni, és szándékosan Gergő mögött mentem el, és Orbán Balázs mögött, aki ugye 23-as széken ül, milyen szép életrendező, október 23-ára való tekintettel hazáruló politikai igazgató, és valóban köszöntem a Gergőnek, és mondtam neki, hogy üdvözlöm a szüleit, és a Balázsnak meg, hogy szégyeld magad, és utána, amikor leült a miniszterelnök... Bocsánat, Orbán Balázs reagált valamit erre? Nem, utólag most kitett egy általa viccesnek szánt posztot, ami éppen vigyorog, mint egy tejbetök, és azt mondta, hogy a pillanat, az arcod, amikor észreveszed, hogy veszélyben van a telefonod. Ezt tudtad mondani, de nem reagált semmit, kellemetlenül érezte magát. Minden esetre én, amikor leült a miniszterelnök, akkor odaléptem a mellette lévő uniós miniszterhez, Bóka Jánoshoz, szándékosan először hozzá, mert gondoltam, hogy ha ő velem kezet fog, akkor már nem fogja tudni megtenni a miniszterelnök, hogy ő nem. És hát a János kezet is fogott velem, bár nem nézett rám. Majd utána odaléptem a miniszterelnök úrhoz, aki láthatóan meglepett volt, és nyújtottam felé a kezemet, és hát legalább látszik a felvételen, és egy-két másodperc eltelik, és ő nem nyújtja a kezét. Mondom, arra várt, hogy elteszem, de nem tettem. Úgyhogy vártam, és egy idő után érezte, hogy túl sok a kamera és élőadás van, úgyhogy nem teheti ott meg, ha magát európai politikusnak akarja eladni. Nem tudom, persze ettől elhitte valaki, de minden esetre nem teheti meg, és kezet fogtunk. Nem tükröződött túl nagy öröm és tisztelet az arcán. Én őt ismerem régebbről, ugye a volt feleségem révén találkoztunk sokszor ilyen magánnap körülmények között is. Nem ilyen volt, vagy szokott volt lenni az arca, amikor jókedvű és nyugodt, de ezzel nincs is semmi probléma, nem is ez volt a cél, hogy jókedvű legyen és nyugodt. Úgyhogy én örülök, hogy végül kezet tudtunk fogni, és még egyszer mondom, örülök, hogy létrejött ez az egész vita. Jó. Még ha nem is volt igazi vita, mert ő nem reagált érdemben. Még egy kérdés, és aztán Radnai Márkot is szeretném majd megszólítani. Erről a bizonyos, hogy mondjam, propaganda médiában megjelenő testrészeddel kapcsolatban... Nem jelent meg a testrészem engem. Egyelőre, de nézzék meg, mert lehet, hogy már megjelent az is. De szerintem nem fogják lehozni. Sokan örülünk ennek, Péter. Szerintem nem fogják lehozni, mert csak buknának pár százalékot. Szóval... Akkor megemlített testrészed, amit ugye még szakértőt is kineveztek mellé, Deák Dániel személyébe, akit úgy vezettek fel a TV2-ben, hogy sokat látott szakértője a témának. Szóval, engem ebben a dologban az egészben az érdekel, hogy voltak már hasonló, nem ennyire durva személyes inzultusok feléd, és mégis ezek... Úgy tűnik, hogy nem hatásosak, sőt, visszafelé sülnek el. Ennek gondolkoztál-e már az anatómiáján, hogy miért... Hát ugye Freud azért dolgozik. Én látom, hogy te legalább olyan jó szakértő vagy, mint Deák Dani. Na jó. Már érdemes volt eljönni. Szóval, hogy gondolkoztál-e már ennek a működésén, a mechanizmusán... Pszichológiáján. Tényleg, nincs pszichológiáján, jó szó. Pszichológiáján. Köszönöm. Szóval, hogy miért visszafelé sülnek el, tényleg nincs jó szó, miért visszafelé sülnek el ezek a... A revolver? Ezek a támadások. Az anyag, hogy elsüljön. Szóval, értem a kérdést, ne magyarázz tovább, mert valakinek, egyre jobban belebonyolódsz. Valakinek revolvere van akinek gulyáságyúja. Igen, oké. Hagyjuk itt abba. A lényeg az, hogy... Azért nem érdemes túlfeszíteni a dolgot, mert ugye a TV2 se tett ki 18-as karikát, de... Előtte bemondták. Ja, bocs. Bemondták, hogy mostantól csak erős idegzetű nézőknek és 18 éven felüli nézőknek. Oké, akkor ez jó. Mégis a gyermekvédelem, ugye? Hát a gyermekvédelem kormánya és az ő televíziójuk, a TV2, Mészáros Lőrinc és a többieké. Mi a pszichológiai, vagy mi az oka ennek, hogy visszafelesül el? Hát azért, mert... Van egy szint, és nem csak az enyém, hogy övön aluli vagy nem övön aluli, szerintem van egy szint, ami már egyszerűen mosolyt csal a fideszes szavazók arcára is, és ez tipikusan az volt. És hogy miért csinálták ezt, miért volt ez bekészítve, pontosan a készfogás miatt, meg pontosan amiatt, hogy megtörtént ez a vita, és ugye próbálták, még véget sem ért a vita, de a Mandiner és a többi alapjogokért központ és a többi szakértő már kihozta, hogy a miniszterelnök nyert. Tehát még nem ért véget a futóverseny, de már ő nyert. De annak ellenére, hogy ezt kihozták, azért szerencsére nem csak ez az alternatív valóság van Magyarországon, és egyre kevésbé hatásos ez a propaganda, bármelyik ágát is nézzük.
és ezt a vitát, meg az ezekről szóló összeállítás rengeteg ember látta. Pont mutattam a kollégáknak, hogy a TikTokon van egy összeállítás, egy összevágás, egy civil ember csinálta, Tisza Future, vagy nem is tudom mi a neve a TikTok csatornának, 2 millióan látták csak azon az egy TikTok csatornán ezt a 8 percet, ami az én beszédem és a miniszterelnök válasza. És van rajta, nem tudom, 200 000 like. És ez egy TikTok csatorna, ez nem az én Facebookom, nem az én YouTube-om, nem a televíziók, nem a propaganda sajtón kívüli normális sajtó. Ez rengeteg emberhez eljut. De Péter, nem tudjuk azt, hogy ez a 2 millió ember, ez eddig is ellenzéki szavazó volt-e, vagy ezek Balázs, vannak-e fideszes szavazók? Balázs, vagy szerkesztő, nem tudom, sokkal magázódunk, vagy tegeződünk, de minden esetre, felváltva. Oké, az jó. Tehát Balázs, de én nem erről szeretném, azt mondom, hogy ez egy csatorna volt. Ez rengeteg emberhez eljutott. És az a szerencse, és ez a mi szerencsénk is, meg a Jóisten segítsége is, hogy egyre többen fogyasztanak online médiát. Ez a ti szerencsétek is, a Gulyás Ágyú médiának, és ezért nő, mit tudom én, 3 havonta mondjuk 500-zal a nézői száma. Főleg, amikor készítesz velünk egy interjút. De szóval viccet félretéve, ez a szerencsénk, és ez csak egy csatorna volt. Nagyon sok, csak azt akarom mondani, hogy miért hozták ezt ki, és a fotó az, ugye van, amikor egy kép többet mond 1000 szónál, és én nem akarom túlhájpolni ezt a fotót, mert én is rajta vagyok, de az biztos, hogy ez egy fontos, mert ugye ezt akarták mindig elkerülni. A miniszterelnök ezért nem fogott kezet szerintem 15-20 éve senkivel, talán Gyurcsány Ferenccel fogott utoljára kezet 2006-ban az élő televíziós vitájukban. Se Márki-Zay Péterrel, se Vonával, senkivel nem fogott, mert ugye ez a Fidesz narratíva, ez az ő egyik fegyverük, hogy senkit nem emelünk oda, mert nekünk egy cárunk van, aki bármilyen probléma van, az megvédi az embereket. Igaz, hogy a problémákat ő kreálja előtte, de az mindegy, de a cáratyuska megvéd minket. És hát ő vele nem lehet egy szinten senki sem. Nyilván Putyin is csak maximum egy tigrissel fotózkodik, és nem ellenzéki politikusokkal, mert az ugye ront a narratíván. És ezt akarták elkerülni, és ezért ez egy fontos fotó, mert nem tudták elkerülni. Lehet, hogy egy pár embert egyébként azóta eltávolítottak a miniszterelnöki hivatalból, vagy ott a karmelitából, vagy nem tudom, ott Havasi Kulásdoboz Berci, a miniszterelnök sajtószóvivője, aki inkább arra való, hogy elhárítsa az újságírók érdeklődését, lehet, hogy már nem jár be a munkahelyre. Ezért hozták előre ezt a videót, ezért hozták ki ezt a videót, ami a nadrágomat, nem is, hogy ugye kivették, mert ez egy közvetítés volt. Sokan kérdezték, hogy én miért álltam a miniszterelnök mögé gonoszságból, vagy azért, hogy szerepelni akartam a fotókon, ugye ez megint a propaganda. Ott kell propaganda bemenni a felszólalóknak. Így van, tehát a propaganda sajtó azt mondta, hogy én azért álltam direkt mögé, hogy ott szerepeljek, és hogy minél több felvételen ott legyek. Na most a miniszterelnöknek abban a körben 2 perce volt a felszólalása, arról nem én tehetek, hogy 18 percig beszélt. Úgyhogy én a beszéd elején oda mentem, oda álltam, ahol tudtam, hogy állni kell azon a képviselőknek, akinek középre kell menni. Ez egy óriási terem, ez a Strasbourg Európai Parlamenti Ülésterem. Szóval nem azért álltam oda, de elég jól szórakoztam egyébként ott a 13 perc alatt, mert amikor arról beszélt például, hogy kikéri magának azt, hogy 1956 hőseivel bárki párhuzamba állítsa az ukrán-orosz háborút, vagy az ukrán honvédőket, és beszélt 56-ról, akkor tudtam így mutogatni Orbán Balázsra, hogy a képviselők tudják, hogy ki a hazáruló a terembe. És egészen elképesztő volt, amikor egy nagy magabiztossággal azt mondta a miniszterelnök, hogy kikéri ezt magának, miközben 2022. októberében ő mondta élőadásban, hogy Bucsa az a város Kijev mellett, ahol óriási vagy szörnyű tömegmészállások történtek a háború elején, valamikor márciusban, még rögtön a háború kitörése után. Mi voltunk most ott, amikor egy nagyon kimentünk. Tehetséges újságíró volt. Igen, a Balázs ott is velünk volt. Nehéz lerázni, még oda is kijött, majdnem a frontra is. Minden esetre, amikor kimentünk Kijevbe a lebombázott gyerekkórházhoz, akkor ellátogattunk Bucsába, és ott megnéztük a tömegmészállásnak az emlékét, ami hát borzasztó még így pár év után is. És akkor azt mondta a miniszterelnök, hogy az Bucsa 1956-ban Budapest volt. És azt is mondta a miniszterelnök, csak azóta nem idézi a propaganda média, hogy a mi Zelenszkinket úgy hívták, hogy Nagy Imre. Tehát akkor kimondta ezeket a miniszterelnök, most meg már letagadja, és úgy csinál, mint a nem lehetne egyébként összehasonlítani a dolgokat. Visszatérve még egyszer, nagyon sok emberhez eljutott az üzenet. Szerintem hiába kritizálták nyilván a propaganda elsősorban, és mondták azt, hogy az én beszédem ilyen volt, vagy olyan volt. Nem a tejútrendszerről kell beszélni, és nem világrendszerváltáskorról kell egy magyar miniszterelnöknek beszélnie, vagy egy világkörüli útra mennie, állítólag békemisszióra, ami egyébként egy propaganda út, akkor, amikor szétesett a magyar állam, amikor nem működnek a közszolgáltatások, amikor csődben van a magyar költségvetés, amikor 10%-an zuhan az ipari termelés, és most nem sorolom. Mindenki által ismert, hanem ezekről a problémákról. És kicsit visszás nekem, amikor ő akar adni
Európának tanácsokat. Ugye régen láttátok a Tanú című filmet, látták a Csini Baba című filmet, amikor arról van szó, hogy hát a hanyatló nyugaton, hát ott már minden szétesett. Megvannak azok már halva. És erről beszél, ugyanezt ezt a kádári narratívát veszi el a miniszterelnök, hogy hát igazából a világon a legjobb a helyzet Budapesten, meg Magyarországnak Kárpát-medencében, és hát ott mindenki más csak tanulhat tőlünk. És ez egészen elképesztő, mert persze van minden nyugat-európai országban van probléma. Bevándorlás, előregedés, demográfiai problémák, ott is érintette őket az energiaválság, lassul az ipar, sok minden. De hát azért mégiscsak, na. Tehát azért egy Belgiumot vagy egy Luxemburgot teljesen mindegy, hogy miért, történelmi okokból szerencsések voltak, vagy jobban csinálták, de azért nem az az életszínvonalban, mint nálunk. Belgiumban úgy néznek ki a kórházak, éltem Brüsszelbe, mint egy 4 csillagos szálloda. A volt feleségemnek azt mondtam egyszer, amikor ott voltunk, hogy ha ráérünk pénteken, oda viszem el randizni. Kristálypohárból iszák a pezsgőt a belga kórházba. Tehát azért álljon meg a menet, hogy azt mondja a magyar miniszterelnök, hogy mindenki tőlünk tanulhat. Úgyhogy szerintem azért vették elő, mert ezekről a problémákról nem akart beszélni, nem akarták, hogy ugye ez tovább pörögjön az interneten, és akkor inkább elővettek egy képet, ami hát elég erőltetett volt, és elárulok egy hadititkot, hogy egyébként izzadt a kezem, és egy zsebkendőt kerestem a zsebembe. De hát, hogyha tudtam volna, hogy vesznek és akarnak, amit akkor nyilván tudok produkálni, mert én ott egész jól éreztem magamat, unatkoztam legalább 13 percig, amíg a miniszterelnök a győzelmi jelentését elmondta. Tehát ha szólnak a fideszes propagandisták, hogy kell produkálnom magam, akkor tudtam volna. Köszönjük. És szerintem most jön nekem a kellemesebb helyzet, de, mert Radnai Márkhoz fordulok. De még miatt azért akkor fejezzük be ezt a témát, mert szerintem ha már ilyen fallikus dolgokról beszélünk, akkor szerintem érdemes a tököléssel leszámolni. És ezzel az impotens kormányzással, amit ez a kormány csinál. És lehet, hogy érdemes lenne nem folyamatosan tököllőniük magukat, és inkább a normális kormányzásra koncentrálni. Tudom, hogy már csak másfél év van hátra, és tudom, hogy ők se hisznek abban, hogy vissza tudják szerezni a magyar emberek többségének a bizalmát, hiszen hogyan lehetne, amikor volt 14 évük, teljes felhatalmazásuk, kétharmaduk, idejött 40 000 milliárd forint az unióból, 2,5-szeresére emelték az államadósságot, minden lehetőségük megvolt, hogy a Kárpát-medence, ahogy elmondtam, hogy ez az ország végre egyszer a beváltott ígéretek hazája legyen. Több pénz érkezett ide, sokszor több, mint amennyi Németországban a II. Világháború alatt. És nézzük meg, hogy hova jutott Lengyelország, hova jutott Szlovénia, de felsorolhatnám a balti országokat, és nem akarok Romániáról beszélni, de akkor is kell egy mondatot. 2010-ben 120 euró volt Romániában a minibálbér, most 700 euró. Ötszörösére emelkedett. Magasabb a minibálbér Romániában, mint nálunk. Magasabb az átlag nyugdíj, mint nálunk. Lengyelországban 3-szorosára emelték a minibálbért. Lengyelországban 4% a gyümölcsök és a zöldségek áfája. Lengyelországban és Romániában, nem Romániában 5, Lengyelországban 4. Az Egyesült Királyságban 0, Spanyolországban 0, Írországban 0. Romániában és Lengyelországban 20-30%-kal olcsóbb az élelmiszer, úgyhogy jóval magasabbak a fizetések. A minimálbér Lengyelországban 1000 euró, nálunk 668 euró, Szlovéniában 1250 euró. És tudom, hogy ezek ilyen földhöz ragadt dolgok, ez nem a tejút, nem világrendszerváltás, nem Latte Avocado, nem Schwarzenegger. De szerintem a magyar embereket ez érdekli. Mert azért mellten innen több százezer ember, azért gondolkodik minden második magyar fiatal azon, hogy elmegy ebből az országból, mert ez a helyzet. És ezt ők okozták. Úgyhogy szerintem a tökölés helyett, az inkompetencia helyett, az impotencia helyett inkább ezzel foglalkozzanak. Esetleg Deák Dániel is. Szóval fordulok Radnai Márk alelnökhöz. Engem itt is megállítottak többen már, hogy rokonszenves ez a Radnai, de mit csinál ez a Tisza pártban? Ja, hát ezt néha én is meg szoktam kérdezni. Mármint nem az, hogy mit keres. Mit nem. Tehát most már, amikor Radnai Márko felé fordulok, akkor is magyar Péter válaszol. Szóval nem az, hogy mit keresel a pártban, hanem effektíve napról napra mit csinálsz. Ilyen a munka megosztás, amit most látunk, hogy Péter beszélt, te meg közben nem tudom, megoldod a problémákat, vagy tényleg mi egy alelnök feladata ebben a még mindig építés alatt lévő pártban? Köszönöm szépen, üdvözlök én is mindenkit sok szeretettel, és köszönjük szépen a meghívást. Nagyon nehéz válaszolni, hogy mi a konkrét feladat, mert a párt alelnökeként az tulajdonképpen egy pozíció, és úgy képzeli az ember, hogy az valamiféle hatalommal jár,
A mi esetünkben ez rengeteg munkával jár, tehát nincs olyan pillanat, ahol én alelnökként nem tudom, hozok döntéseket, hanem nyilván operatív döntéseket hozok, és ez a legfontosabb feladat, a szervezetépítés, a pártépítés, az, hogy olyan alapokra helyezzük a működésünket, ami nem csak vízió van, hanem van egy közös cél, de van közte közös terv is, hogy mit akarunk megvalósítani. És nyilván mindig, amikor felmerül, hogy miért nincs már ez, miért nincs az, emögött sok-sok munka van. Egy párt esetében az alapszabálynak a létrehozása, az új alapszabály, az SMS-nek a létrehozása, az, hogy legyen egy képünk, hogy hogyan tudjuk bevonni az embereket ebbe a közösségbe, hogyan tudunk hálózatot építeni, hogyan tudunk eljutni hozzátok. Ezek egy-egy területek, de körülbelül 20-25 olyan terület van, már az elején, és még csak pár hónappal vagyunk később a június 9-i választások után, mely területeket folyamatosan fejleszteni kell. Tehát csak képzeljék el, hogy egy-egy divízió, mint a rendezvényszervezés önmagában hány embert igényel, és micsoda feladat, mondjuk egy országjárást, egy 23-ai rendezvényt, egy tüntetést, akár pár nap alatt elvégezni. Ezekhez nem csak szakmai tudás kell, hanem hihetetlen sok segítség, aktivisták, önkéntesek, azok az emberek, akikkel együtt szeretnénk megcsinálni ezt a rendszerváltást. Tehát ezeknek a koordináció és ezeknek a divízióknak a kialakítása rengeteg. És az én napom úgy néz ki, hogy reggel 9-re megyek az irodába, és általában 9-ig vagyok, mert utána tudok találkozni olyan partnerekkel, akik éppen még fürdetik a gyereküket, és akkor utána el tudnak szabadulni otthonról, tehát ez valamikor este 11-ig is eltart. Ez hétvégén is így van. Ez egy olyan pozíció, vagy egy olyan felelősség, amit nyilván mondtam, hogy addig fogok csinálni, amíg azt gondolom, hogy én ezt elbírom. Most is azt látom, hogy szükség lesz 2-3 másik operatív vezetőre, mert folyamatosan fejlődik a szervezet. Nyilván most már egy nagyobb irodába költöztünk, most már körülbelül 200 ember dolgozik nekünk, és ez nagyon fontos, hogy nem pozíciók vannak, hanem egy becsületbeli ügy, amit csinálunk. Tehát abban a pillanatban, amikor az ember felismeri, hogy én már nem vagyok a biztos az az ember, vagy egészen más területen sokkal több mindent tudnék tenni a 26-os választáshoz, vagy az építkezéshez, akkor nekem át kell menni arra a területre, nem pedig ragaszkodni a pozícióhoz, úgyhogy ez így is lesz. Köszönöm. Ha már Radnai Márk megemlítette október 23-át, akkor félve ugyan, de a pártelnök felé fordulok. Mi lesz október 23-án, ugye az az ígéret, hogy egy grandiózus tüntetést szerveztek arra a napra. Mi lesz a témája? Azt mondja Radnai Márk, elnézést, csak két mikrofont tudunk használni, szóval azt mondja Radnai Márk, hogy ünnepet szerveznek. Ez... Megemlékezést. Ez már eleve érdekel. Én nekem, ugye vannak újságírói trükkök és fogások, nekem azt mondják a forrásaim, hogy valami nagyon nagy ilyen színpadi jellegű előadással készültek. Ez igaz-e, és mit lehet erről megtudni úgy, hogy még az érdeklődés is fenntartsuk, és nem maradjanak otthon? Hát látszik, hogy te inkább ilyen újságírói forrásokkal rendelkezel, Márk inkább színészekkel, és szerintem, hogyha egy színházi előadásot lelövik a poént, akkor az nem annyira jó, tehát spoilerezni nem érdemes. Meg nem is az a lényeg, hogy mennyire lesz grandiózus, meg hogy néz ez ki. Az a lényeg, hogy ott leszünk. Tudod, az a lényeg, hogy a jelenleg Magyarországon a Tisztelet és Szabadság pártja, rövidebb nevén a Tisza párt az, amelyik megünnepli ezt az ünnepet. Én nem tudom, hogy a Fidesz mit fog csinálni, tart-e október 23-án megemlékezés, hogy átteszik november 4-ére, Orbán Balázs tiszteletére, hogy fehér zászlót fognak-e kitűzni, vagy lyukas zászlót. Én azt tudom, hogy mi mit fogunk csinálni. Mi találkozunk nagyon-nagyon sok emberrel, és mindenkit szeretettel hívunk. Minden Tiszasziget tagot, Tiszaszigetet, és minden magyar embert. A Kárpát-medencéből, de az egész világról. Lesznek Amerikából, Kanadából, 56-osok leszármazottai. Hívunk mindenkit. Október 23-án 15 órakor találkozunk a BEM szobornál, a BEM József térnél, ahol ugye nem ott, de nem sokkal onnan arrébb, lejjebb délfele, a Műegyetemtől elindult tulajdonképpen ez az egész forradalom. Október 23-án. De és magán a BEM téren is és voltak esemény. És a BEM József szobornál emlékszem szerint Veres
az Írószövetség elnöke mondott beszédet, és egy lengyel, nem jut eszembe, hogy ki, de egy lengyel küldött, mert az egész tüntetés azért indult, egy szolidaritás volt a lengyelországi felkelőkkel, és ugye Bem József, lengyel tábornok, szobránál mondták el a beszédeket, ott vágták ki, először talán, lehet, hogy már a műegyetemnél is a zászlóból a címert, a Rákosi címert, és onnan mentek át, egymást karonfogva az egyetemisták a Margit hídon. Azért egymást karonfogva, hogy provokátorok és ügynökök ne tudjanak beépülni, és ne legyen balhé ott a vonulásnál. Mi ennek a kornak a hangulatát szeretnénk visszaadni, egy olyan megemlékezést szeretnénk, hogy azok a fiatalok is, vagy középkorúak, akik nyilvánvalóan nem éltek, és már lehet, hogy azok a nagyszülők sem élnek, akik át tudják adni, hogy mi is történt, akár Budapesten, akár vidéki városokban, Miskolcon, Salgótarjánban, de nagyon sok vidéki városban ugye ugyanilyen megmozdulások voltak 23-ától, visszaadni ennek az ünnepélyességét és a jelentőségét, mert azért mégiscsak az, hogy mi most itt vagyunk, az, hogy 1989 környékén elindult a rendszerváltás, abban óriási szerepe van az 1956-os felkelésnek, forradalomnak, szabadságharcosoknak. A mai magyar igazi szuverenitás és szabadság és alkotmányosság alapja 1956. Ezt gyalázta meg többek között Orbán Balázs a hazaáruló mondataival, amit egyébként nem vont vissza, hanem utána még egyszer megerősített. És utána őt pedig megerősítették a Fideszbe egy nagyon magas pozícióban. Tehát az lett ezzel kimondva, hogy a Fidesznél ez belefér. Belefér, hogy meggyalázzák a saját volt pártársuknak az emlékét, Wittner Mária emlékét, aki életfogytiglanra ítéltek, és csak a szerencsének és a sorsnak köszönhető, hogy nem kellett életfogytiglanig bennül, és hogy túlélte a fogságot, nemrég hunyt el, és rengeteg mindenkit. Ha már Veszprém megyében vagyunk, Brusznyai Árpádot, a híres veszprémi tanárt, filológia talán és történelem tanárt, akit az egész város imádott, és akit szintén kivégeztek, de ugyanúgy Tóth Ilona orvostanhallgatót, és még nagyon sok, több száz áldozat volt, ugye, akit kivégeztek, Nagy Imrét nem kell említeni, mindenki tudja, és hát több ezer ember volt, aki hosszú éveket ült börtön, megkínozták őket, a családjukat tönkretették, 200 ezeren honfitársakkal, csak ott pár nap alatt az országot annyian diszidáltak, amikor még itt voltak a határok. Az én nagyszüleim is majdnem, ott volt a teherautó a barátokkal, és akkor a nagymamám közölte az összecsomagolt bőrönd mellett, hogy ő nem tudja elhagyni a hazáját. Úgyhogy vagyok itt, nem fogom hagyni, hogy amíg én élek, vagy az én gyerekeim élnek, ezt meg lehessen csinálni, amit Orbán Balázs csinált. Úgyhogy milyen szellemiséggel rendezzük ezt az ünnepséget, ezt a megemlékezést, és várunk mindenkit. Ez nem egy tüntetés lesz. Nyilván beszélünk majd aktuális dolgokról is, Orbán Balázsnak hála, és az ország jövőjéről is, hiszen nyilván sokan kíváncsiak arra, nem csak arra, hogy amit mindenki működik, hanem hogyha a tisztának szavaznak bizalmat 2026 áprilisában legkésőbb a magyar emberek, akkor milyen országban fogunk élni. Úgyhogy nyilván próbáltunk már erről részleteket elmondani, de én szeretnék egy ilyen víziót is ott prezentálni, legalábbis most egy víziót, aztán ez pontosan alakul, ahogy a szakpolitikák is alakulnak, hogy milyen országban szeretnénk, milyen országot szeretnénk mi gyújtani, miért fogunk mi dolgozni, miért dolgozik akár a pártban az operatív vezetés, miért dolgozunk mi, akik inkább a politikai részét csináljuk ennek a dolognak, és ehhez szeretnénk nyilván a magyar embereknek a támogatását kérni. Október 23-a az egy csodálatos ünnep, ez a 13 nap, ez a vezérlő csillaga, ha lehet ilyet mondani a magyar demokráciának, és ezt mi így fogjuk megünnepelni. Remélem, hogy minél többen személyesen, tényleg elvileg szép idő lesz, de ha nem lesz szép idő, akkor is azt kérem, hogy legyen ott, aki tud, bárhonnan, akár Európából, akár innen Magyarországról. Szerintem egy maradandó ünnep lesz, mi ezen fogunk dolgozni, és remélem, hogy ti is így fogjátok gondolni. Márk, te az elnök jelenlétében elárulsz esetleg többet erről a rendezvényről, illetve a B kérdésem az, hogy téged mi motivál abban, hogy egyáltalán részt vegyél ebben a mozgalomban, pártban, ebben az egészben, amit most Tisza pártnak hívtok? Mi a te személyes motiváció? Melyikkel kezdjem? Amelyikkel szeretnénk. De talán az 56-ossal. Hát az ünnepségről, igen, mi az, ami elárulható? Az biztos, hogy szeretnénk egy olyan méltó ünnepséget csinálni, ahol az emberek egyrészt vissza tudnak egy kicsit menni az időben,
ahol kicsit megérezhetjük ezt a közös történetet, ami az 56-os történetünk, megérezni azt, hogy mi ez a közös történet a jelenben és mi a jövőben. Ahogy mondta Péter, szeretnénk erről egy víziót adni, és szeretnénk megmutatni, hogy az a krédó, ami az 56-os szabadságharc, az mennyire reflektál a mai világunkra, a mai helyzetünkre, akkor attól kellett félni, hogy ha kimentél az utcára, akkor lelőnek, most attól, hogy elveszítitek az állásotokat, rátok száll a NAV, és elkülönítek az országból, vagy elveszik a cégeiteket. Szóval azt gondolom, hogy ez az a krédó, és ez az a közös történet, amit itt építenünk kell, és ezt meg próbáljuk méltón megünnepelni, és lesznek benne olyan... Ma nem az, hogy elveszik a céget, tehát... Nem azt, hogy nem, még azt nem kell megünnepelni, igen. Össze fogja vágni, csak úgy mondom. Ja, hogy lesznek benne igen olyan látványos dolgok, ami szerintem méltóvá fogják tenni ezt az eseményt, de nem akarok többet elárulni. Ami a személyes motiváció... Én beszéltem szerintem erről már többször is, de akkor elmondom újra, hogy én nem gondoltam volna, hogy mindent fel tudok tenni egy lapra azért, hogy ebben az országban változást lehessen elérni, mert ugyanúgy, ahogy nagyon sokan nem hittem benne, hogy lehetséges ezt az apátiát felébreszteni, és hogyha Péter nem érkezik meg februárban, akkor én valószínűleg nem is lennék már az országban, mint sok más kortársam, vagy fiatalabb kortársam, mert szerettem volna egy olyan dolgot építeni, egy olyan üzletet, céget, amit majd nem tud elvenni a magyar állam, amit mondjuk ha 10 éven keresztül építek, akkor egyszer az enyém, vagy a családomé, és azt gondoltam, hogy ezt itthon jelen körülmények között nem lehet megvalósítani. Én legalább 4-szer vagy 5-ször váltottam úgy szakmát, hogy egy bizonyos viszonylag magas szintig eljutottam, és aztán belebukkantam valakibe, aki nem volt szakmai, de a kormány által, vagy a szakmába kihelyezett képviselő, az tulajdonképpen vagy pozícióban lévő ember, az szakmailag nem tudott semmit, viszont be volt kötve a kormánypárthoz. És mindig ez volt az a pillanat, amikor újra szakmát kellett váltanom, mert képtelen voltam ebben a helyezkedés vagy urambátyám világban létezni. Engem nem így neveltek. Én azt gondoltam, hogy ha az ember valamit jót csinál, akkor az majd magával fogja hozni az eredményt, és ebben az országban ezt nem találtam meg. És a február után pedig úgy éreztem, először megkérdezte a Péter, hogy segítek-e a március 15-ét megcsinálni, és talán leültünk 2 nappal rá hétfőn, hogy segítek-e neki a továbbiakban. Akkor még 1-2 hétről beszéltünk, 3 hétről, de ez egy olyan becsületbeli ügy, amit mindig mondok, hogy nem lehet félig csinálni, hogy most segítek egy hónapig, aztán hazamegyek, meg kicsit segítek. Ez egy olyan dolog, egyre nagyobb felelősség, egyre több ember van a Tisza mögött, egyre nagyobb a közösség, és nyilván tudjuk, hogy az emberekkel lehet együtt megcsinálni ezt a rendszerváltást, és kutya kötelességünk beleállni. És bizonyára vannak olyanok, akik ezt nem tehetik meg, az egzisztenciájuk miatt, vagy félnek, rájuk is szükség van, ők is azok a csendes hősök, akikre szükség lesz 26-ban, de rengeteg emberre van szükség, akik fölmennek állni, és tenniük kell. És azt gondoltam, hogy én ez az egyik ember leszek. Köszönöm. Volt nemrég egy sajtóháttérbeszélgetése a Tisza pártnak, és illetve Magyar Péternek, amin volt szerencsém ott lenni, gyakorlatilag a teljes maradék független sajtó jelen volt. És volt ott egy olyan mondat Magyar Péter részéről, ami nekem nagyon megütötte a fejemet, és... Csak egy? Hát egyre emlékszem, és azóta gondolkozok rajta, és szerintem a nyilvánosságban még nem hangzott el, úgyhogy érdemes lenne talán erről beszélni, amennyiben hajlandó ez vagy. Ez egy háttérbeszélgetés volt. Igen, most már nem. Hogy azt mondtad, hogy ha amennyiben és ha 2026-ban kormányra kerülne a Tisza párt, abban az esetben te arra számítasz, hogy ez egy kamikáze kormány lesz, ugye ezt Antal József mondta annak idején, és be is jött neki 90-ben, hogy kamikáze kormány lett az MDF kisgazdapárt és a KDNP kormánya. Mit értesz? Te is hasonlót értesz ez alatt, mint Antal József, és hogy kell ezt érteni, és te ezt érzelmileg hogyan rendezed le magadban, ez is érdekelne? Emlékeim szerint azt mondtam, hogy 26-ban a Tisza párt meg fogja nyerni a választást, és nem azt, hogy ha megnyerjük, és ezt tartom is, hogy ezt csak mi tudjuk elrontani.
nem nagyon voltál, és valami olyasmit mondtál, hogyha a választók megtisztelnek, az a valami így ilyesmit így mondta. Van. Pedig választók nem voltak ott, így csak van. Újságírók, tehát... De a kérdésedre a válasz talán ennél fontosabb. Nem ugyanolyan értelemben értem, mint hogy Antal József értette, hogy azért mégiscsak egy... Még a szovjet katonák itt állomásoztak Magyarországon, az országnak néha egy hétre elegendő olajkészletesen volt, valutakészletesen volt, de az biztos, hogy amint megtörténik a választás, és az állampárt szembesül azzal, hogy a Tisza pártot akár csak egy mandátumnyival több képviseletre hatalmazták fel az emberek, akkor meg addig is az utolsó lámpa körtét is ki fogják csavarni mindenhonnan, és úgy fogják átadni az országot, hogy egyrészt az ő katonáik, idézőjelben kétharmaddal bebetonozott katonáik fognak állomásozni továbbra is mindenhol, az ügyészségen, az alkotmánybíróságon, a propaganda médiában, ahol lehet kétharmaddal bebetonozni dolgokat. Ha azt fogják látni, és akkor térjünk egy kicsit szerintem még egy dologra, még visszatérve az övön aluli felvételekre, hogy ezek miért vannak, hát meg kijönnek az új közvéleménykutatások. Ami ismert, ugye az a tegnapi, hogy már csak 300 ezer szavazó idézővel csak van a két párt között, soha ilyen kevés nem volt 2010 óta az állampárt és egy ellenzéki párt között, és amíg ki nem hozott, és a kormány által készített kutatások szerint viszont döntetlenre állunk, ami azt jelenti, ami ilyen nem volt még. Ezt honnan tudjuk? Hát több helyről is tudom. És ők úgyis mindig megcáfolják, a múltkor is megcáfolták, aztán kijött egy-két adat. Folyamatosan mérnek a társadalomkutató, a Nézőpont Intézet, folyamatosan mérik ezeket a dolgokat. De nincs is jelentősége, mert a 3-4%-os hiba határon belül van, és a tendencia, a lényeg az, hogy ők jönnek le, beestek 40% alá, mi meg ott vagyunk 36-39%-on, teljesen mindegy, hogy az éppen 40-e. Mióta a Tisza párt megalakult, sőt, még meg se alakult, még március 15-én még nem volt pártom, akkor 15%-ra mérték, és azóta van egy egyenletes, néha gyorsuló, néha lassuló növekedés. És én annyit mondtam, valamikor a választások előtt mindig kérdezték, hogy hát milyen eredménnyel lennék elégedett, és mondtam, hogy nincs jelentőség, hogy a Tisza párt mennyit kap, annak van jelentőség, hogy a Fidesz mennyit kap. És akkor azt mondtam, hogy ha a Fidesz bemegy 40% alá, akkor végük van. És ezt most is tartom, és most a legfrissebb tegnapi kutatás szerint 39%-on állnak, és én engem biztos vagyok benne, hogy ők elindultak egy olyan lejtőn, ahonnan nagyon nehéz visszakapaszkodni, és azért tesznek ilyen dolgokat, pánik üzemmód van. Lehet, hogy ők most ezt elnevetik, és kigúnyolnak, és majd kivágják, hogy mi mit gondolunk. Pánik üzemmód van. Az egy profi hadsereg, ami az ő médiájuk, az ő propaganda hadseregük, az egy Rogán által, Antal által vezetett profi hadsereg volt. Nem, nincs lelke, nem is olcsó, de profi. De most ezzel nem tudnak ezzel a helyzettel mit kezdeni. Ez olyan ez a helyzet, a második világháborúban Németország, és a Szovjetunió is kizárólag támadó fegyvereket, vagy elsősorban támadó fegyverzetet és arzenált épített ki. És egyiknek se volt igazából védekezésre ereje. És ugyanígy van... Megint azt fogják mondani, hogy Hitler dicséret. Nem, és akkor sem dicsértem. Beszéljünk egyébként ilyen dolgokról is. Fölállt, de az hagybakos végigmondom ezt a gondolatmenetet, tehát jelenleg a Fidesz nem tud ezzel mit kezdeni, és a rogáni propaganda média, hogy van egy másik csapat, ahol nem zsoldosok vannak, nem janicsárok vannak, nem fizetett idegen légiósok vannak, hanem önkéntesek vannak, sok ezren, már a választások előtt, egyre többen, Tisza-szigetek vannak, több mint 1000, több mint 30 000 taggal, miközben az ő polgári köreik már rég nem működnek, 14 éve nem is érdekli a Fideszt, mert hogy megszerezte a hatalmat, és onnantól fogva nem számított neki, nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni. És hiába voltak Eger váránál, Dobó István kapitánnyal szemben a törökök, az oszmán seregek 30-40 ezeren, és hiába voltak alig 2000-en az egri várvédők, köztük sok nő, akkor már foglalkoztak nőügyekkel, ugye ma már nem, 500 évvel később, mégis az egri várvédők győztek, arattak világra szóló győzelmet, és mondhatnám Hunyadi Jánosnak a Nándorfehérvári diadalát, és még sok minden mást, hogyha Orbán Balást esetleg érdekli, vagy a Korvin közieket. De nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni a hatalom.
és nyilván ilyenkor bekapcsol egy pániküzemmód, és mindent, ami van az kezük ügyében, azt elkezdik. Valószínűleg már ők is megbánták, hogy a gatyámra fókuszáltak, és hogy egy TV2 Tények című műsorba ezt leadták egy főműsoridőben. Egyébként egy olyan műsor, ami nem tudom milyen, meg lovakkereszt kitüntetést kapott, meg maga a műsorvezető is, de egészen nonsens. Nívódíjat kapott. És valaki ezt így beolvassa röhögés nélkül. Na, mindegy, nem is az a lényeg, hanem ex-lex állapot van, és szerintem innebből bármi kijöhet, és tényleg ezért szoktam mindig elmondani, mert hogy miért tartunk itt, nem Márk miatt, nem miattam, nem a 18 pártag miatt, hanem miattatok. Azért, mert amikor volt ez az országjárás, és itt is jártam, nálatok Ajkán, de Veszprém megyében rengeteg helyen, Devecser, Sümeg, Balatonfüred, nagyon sok helyen voltam, Bánd, mert jöttetek velünk, és utána személyesen elmentetek ti is rengeteg helyre. Mit kezdeni, mert most a Fidesz nevében ki fog kampányolni? Láttátok azt talán azokat a videókat június 9-én, június 8-án a választás előtt, amikor ilyen headsetekkel ott ült bent több száz ember laptopokkal a fizetett alkalmazottak, és hívogatták a magyar embereket, hogy de el kell menni, szabadon a harmadik világháború, atomháború lesz. És nyilván ez nem annyira hatásos. Egyrészt már sokszor ellőtték ezt a háborús pszichózist, másodszorban pedig a személyes kontaktus. Ha mi el tudunk menni, és általatok rengeteg helyre, a legkisebb településre is eljutottunk, és ennek volt köszönhető az, hogy az olyan pici településeken, 500 fölötti településeken is elértünk legalább 20%-ot átlagosan, ahova nem jutottunk el. És azért ennek volt köszönhető, hogy az ilyen Ajka nagyságú városokban pedig sok helyen megelőztük a Fideszt, az állampártot. És nem csak az ellenzéki kötődésű városokban, hanem több olyan városban, amelyiként eddig nem volt ellenzéki kötődésű. Ennek volt köszönhető, hogy itt a közelben, Keszthelyen, Hévízen, sok olyan városban, ahol elképzelhetetlen volt sok éven keresztül, hogy az állampártot valaki kibillentse, ez most megtörtént. Ez nektek és a Tisza jövetelének köszönhető. Úgyhogy én ezért vagyok rendkívül optimista, és visszatérve gyorsan a kérdésedre, nem így értem a kamikáze kormányt, hogy minden össze fog dőlni. Függetlenül attól, hogy nagyon nehéz költségvetési helyzetben vesszük át a kormányzást. De mi meg fogjuk azt tenni az első nap, sőt már a választások előtt is ugye tárgyalunk. Azért is jó, hogy kint vagyunk az Európai Parlamentben, mert tudunk tárgyalni az Európai Bizottsággal, tudunk beszélni intézményvezetőkkel, hogy hogyan lehet Magyarországra hazahozni azt a minimum 8000 milliárd forint uniós forrást, ami jelenleg blokkolva van, amit azért nem tudnak hazahozni, mert a antikorrupciós intézkedéseket nem hozza meg a kormány. Orbán Viktor valószínűleg úgy van vele, hogyha a pénz nem lehet az övé, a nemzeti együttbűnözés rendszeréi, az ők lányái, akkor ne legyen a magyar egészségügyi, oktatási, kis- és középvállalkozóké, magyar agrárgazdáké. Mi meg nem így vagyunk vele. Mi nekünk ez a fő vállalásunk, azon kívül, rengeteg mindenen kívül, amiről beszélünk, vízió, kormányprogram, hogy belépünk az Európai Ügyészségbe, meghozzuk az összes antikorrupciós intézkedést, és az első nap kiutazunk Brüsszelbe, kiutazik a megválasztott miniszterelnök, bárki is lesz az a Tisza képviseletében, és letárgyalja a bizottsággal, hogy pár héten belül elkezdik folyósítani azt a 8000 milliárd forintot, nyilván lépésenként és nem egyszerre. És ebből a pénzből rengeteg mindent lehet csinálni. Akkor már nem kínai hiteleken kell majd lélegeztetőgépen lógnia a magyar gazdaságnak. Amit kamikázére értek, az az, hogy mi meg fogjuk azokat a döntéseket hozni, azokat a lépéseket, amelyeket a Fidesz kormány, de előtte a Gyurcsány kormány, mert érdemes 20 évről beszélni, akkor is, hogyha valamelyiknek kisebb a felelőssége, valaki rövidebb ideig volt, valaki hosszabb ideig volt. De én azért veszem egybe, mert 2004-ben léptünk be az Unióba, és ugye akkor került Gyurcsány Ferenc egyébként, mert ő előtte volt Medgyessy 2 évig, de akkor lett Gyurcsány először miniszterelnök, és 5 évig miniszterelnök volt, aztán jött Bajnai, és aztán 14 éve most Orbán. Mert onnantól volt egy olyan lehetősége az országnak, egy soha vissza nem térő lehetősége, hogy ebből a gyarmati összeszerelőüzem státuszból, ebből a másodrangú európai státuszból fölemelkedjen. Úgy, mint Lengyelország, amely most már egy középhatalom. Úgy, mint Szlovénia, ami inkább Ausztriához áll közel, sem mint hozzánk fejlettségben, európaiságban.
Úgyhogy mi ezeket fogjuk megtenni, amit 20 év alatt nem tettek, meg nem nyúltak hozzá az egészségügyhöz. Igazi új nemzeti alaptanterv nem lett, nem nyúltak igazán hozzá az oktatáshoz, nem nyúltak hozzá a KKV-k finanszírozásához, nem az volt a lényeg, hogy hogyan lehet versenyképes beruházásokat csinálni, hogyan lehet valódi gazdasági növekedést elérni, nem csak GDP növekedést, mert önmagában az kevés, mert hiába van egy fellendülő időszak és az autóipar mondjuk megy, mert ha az kiviszi a profitját, és az nem a nemzeti vagyon gyarapítja, akkor nincs jelentősége. Ez olyan, hogy 1000 milliárd forintot költött a kormány eddig az akkumulátorgyárak beruházásainak a támogatására. 1000 milliárd forintot, abból pontosan 0 forint jön be a magyar embereknek. Lehet, hogy a GDP-hez jó esetben hozzájárul 1% a GDP növekedéshez, amikor éppen prosperitás van, és nem olyan szituáció, mint most, amikor 20-30%-kal zuhannak az elektromos autóeladások, meg az akkumulátor eladások, de akkor sem érezhető az embereknek, és mi ezekhez a rendszerekhez fogunk hozzányúlni. Nem azért, mert populisták vagyunk, nem azért, mert demagógok vagyunk, hanem azt hiszem, hogy a magyar emberek megérdemlik, mert mindenkinek egy élete van. És nem azért dolgoztak a szüleink, a nagyszüleink, nem azért harcoltak, adták az életüket, hogy egyébként az Európai Unió közepén is egy szegény ország maradjunk. Köszönöm. És ezzel nagyon sok konfliktust fogunk vállalni, mert ha hozzányúlsz az egészségügyhöz, és nem csak pénzt adsz, mert önmagában hiányzik mondjuk 500 milliárd évente az egészségügyből ahhoz, hogy ne dőljön össze, hogy ne halljanak meg az emberek, nem tudom, a folyosón. És most nem akarok konkrét példákat mondani, de ahhoz, hogy változtatni tudj, ahhoz a mélységében kell belenyúlni, és ahhoz kell bátorság. Mert ott vannak az orvosbárok, és a státuszkvót minden szakmában őrzik azért az emberek. Nem csak a politikában őrzi Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor kéz a kézben, a balos propaganda és a fideszes propaganda kéz a kézben. Remélem ti is, önök is jót szoktak nevetni amikor a gyurcsányi propagandát idézi a jobboldali, a Mandiner vagy a TV2, és amikor éppen a fideszes politikusokat idézi a balos propaganda. Amikor bemegy Kubatov Gábor a hírtelevízióba a Fidesz alelnöke, és Gyurcsány Ferencet elkezdi körbe dicsérni, és azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc a magyar politika álló csillaga. Ide jutottunk. Tehát ennyire nagy a baj a Fidesznél, ennyire félnek a Tiszától, és ezért fogják leszállítani a küszöböt a választási törvénybe, ezt tervezik legalábbis. Jelenleg ugye 5%, szinte a rendszerváltás óta 5%, ennyit kell elérni, de mivel Gyurcsányék is úgy általában most a küszöb alatt tartózkodnak, és a többi pici párt is bőven a küszöb alatt tartózkodik, meg kell őket menteni. Mert ők is tudják, és mi is tudjuk, hogy nekünk akkor van a legjobb esélyünk leváltani az állampártot, ha szemtől szembe, egy az egybe állunk mi a Fidesz a csatamező és Góliát. Hogyha még Góliát mellett ott van ilyen sok kis apród, legyen az Gyurcsány vagy más, akkor nehezebb, mert ők ilyen zavaró lepüléseket végeznek. Úgyhogy itt állunk, és bocsánat, hogy sok... Jó, egyébként annyiban korrigálnom kell az elnök úr szavait, hogy 5%-on áll a DK a tegnapi felmérés szerint, az Závec report tegnapi... Én meg azt mondtam, hogy általában. Most éppen van egy Závec felmérés, most ne firdasok, hogy az kifizeti, és ott valóban 5%-on állnak. Jó. Amíg eljutunk ehhez a kamikáze kormányhoz, aminek most már megtudtuk a tartalmát, hogy mit jelent, addig viszont lesz egy kampány is. Ezért fordulok Radnai Márkhoz, hogy kamikáze kampány? Lesz ez? Vagy mire számítsanak azok a politikai iránt érdeklődők, akik követik ezt? Folyamatos kampány van. Tehát egy pillanatra nem állt meg, és az látszik, hogy sokkal turbulensebb lett ez a nyári uborka szezon is, meg az őszi. Tulajdonképpen sokkal több mindent tervezünk már most, mint ami pusztán a kampányban volt. Tehát elindul az országjárás, nyilván a tüntetések, az ünnepség, a rendezvények, a hálózatépítés, a közösségépítés. El szeretnénk jutni mindenhova, meg kell találnunk azokat az embereket, a jövő demokratikus vezetőket, akik segítenek újraépíteni majd az országot. Rengeteg szakpolos, több mint 300-an dolgoznak különböző szakpolitikai témákon, irányokon. Tehát az, hogy mikor áll meg ez, akár pár napra is látszik, hogy nem tud megállni, és nyilván Péter pedig
Hát nem pihen, és azonnal reagál, nem tudják leszedni, de csak lelassítani se. Tehát az a tempó, amit ő diktál, nyilván egy szervezetnek a napi működésébe az nagyon nehéz, de azt gondolom, hogy máshogy nem megy. Tehát azt gondolom, hogy a Fideszt leváltani, akár úgy is, hogy amikor arról beszéltünk, hogy csak másfél év van, most ősszel én szinte el sem tudom képzelni, hogy másfél éven keresztül ez még így, még bármit el tudok képzelni, de hogy ez így haladna, nem. Tehát azt is el tudom képzelni, hogy hamarabb lesz vége. Köszönöm, és hát most már legalább 10 perce jelezték, hogy 15 percünk van. Mit mondasz? Jó. Szóval, de a 15 percünk volt. Egy dologra még, Balázs, hagyd térjek ki, mert el fogom felejteni, és fontos, bár igazából ez is csak egy propaganda ág, csak hogy hogyan működik a propaganda, és akkor most nem a nadrágomról beszélek. Tegnapi hír, és hozzánk valamikor tegnap reggel jutott el, ugye nagyon sok Tiszasziget van, beszéltünk róla, ugyanúgy, mint ti, és volt egy szolnoki Tiszasziget, akinek az egyik tagjáról eljutott hozzánk egy hír, hogy nem tudom, valamilyen csempészésért őrizetbe vették, talán le is tartóztatták. És abban a pillanatban, hogy eljutott hozzánk a sajtóba, ez még nem volt ki, mi megszüntettük a regisztrációját, és nyilván sose volt párttag, mert a pártban még ugye nem léptek be emberek, és a Tiszaszigetnek, az egyik Tiszaszigetnek volt egy ilyen aktivistája. Azóta, és ugye kaptunk kérdéseket a sajtótól, megválaszoltuk szépen, azóta semmi máson nem pörög a propaganda sajtó, de tényleg így nagyon érdekes, így van, megnyomnak egy gombot, és így a polip minden ágán, csápján így jön ki. Kapom a sajtófigyelőket, és egy perc különbséggel jön a Magyar Nemzet, Origo, a TV2, a Köztelevízió, és a többi ilyen vidéki lapok, ezek az ilyen sok ilyen bullshit generátor, ilyen szennylap, és jönnek, és ezt nyomják, hogy akkor fényképen, Magyar Péter szerepel rajta fényképen, Radnai Márk szerepel azzal a csávóval fényképen, nem tudom, Nagy Ervin szerepel vele fényképen, ugyanaz a rendezvényen odalépett hozzánk, mint ahogy most is sok ember odalépett, és készítettünk közös fotókat, és azt üzenem a propaganda sajtónak, hogy Orbán Viktor rengeteg bűnözővel van lefényképezve. Egyrészt Völner Pállal, Simonkával, Boldog Istvánnal, Rogán Antallal, és még sorolhatnám a bűnözőket, ezek, akiket mi ismerünk, politikus bűnözők, de sok szervezet bűnözővel is le van fotózva, utólag kiderült egy csomóval, mert honnan tudja egy miniszterelnök, vagy honnan tudja egy politikus, hogy aki mellé odaáll, az az illető egyébként egy milyen erkölcsű, vagy nem tudom, milyen hátterű ember. Mi annyit tudunk tenni, hogy a Tisza-szigeteknél is lesz egy ív, amit alá kell írni, nyilatkozat, hogy nem ítélték el szándékos bűncselekménnyel az embert, hogy nem vett részt az állampárti titkosszolgálatokban. Javaslom a Fidesznek is, hogy esetleg írassák alá, lehet, hogy akkor például a Kaposvárnak most nem lenne polgármestere. Szóval meg lehet, hogy egy-két kormánytag se lenne. Nógrádi György nem járna például a Hír TV stúdiójába. De ő nem kormánytag, ő hagyjál. Ügynök járhat tévébe, csak ne legyen polgármester, ne legyen kormánytag. Na mindegy. Szóval csak azt akarom mondani, hogy azon kívül, hogy aláíratunk egy ilyen nyilatkozatot, és szerintem ez is egy előremutató dolog, ilyen se volt még Magyarországon, és most nem párttagokról beszélünk, hanem már a Tisza-szigetekről, amik civil szerveződések. Nincs is nekik semmilyen jogi formájuk, se nem alapítvány, se nem egyesület, olyan, mint a polgári körök régen, vagy a Kossuth körök, hogy összejönnek emberek, ti is tudjátok, szerveztek programokat, eljöttök ide, elmegyünk egy rendezvényre, szervezünk országjárást, próbáljuk a helyi közéletet befolyásolni, de nyilván ez rengeteg ember, ezért nekünk nincs titkosszolgálatunk. És ezt ők is tudják, és képesek ebből több napig egy ilyen hírt, mint hogyha nem tudom, egy sorozatgyilkos lett volna a pártunk vezetői. És hiába válaszoljuk meg, hogy nem volt párttag, hogy rögtön megszüntettük a regisztrációját, ezt nem hozzák le. Így működik, csak egészen elképesztő. És hogy milyen lesz a kampány, ilyen. Csak hazudni tudnak. És amikor kérdeznek már akkor is, ez a Megafon, meg az összes többi gusztustalan, közpénz milliárdokból fenntartott propagandagépezet, ami nem akarok én Hitlerről beszélni, de akkor beszélni úráról, vagy bármiről, én nem Hitlert. Ja, ezt akartam, ezt elmondani, hogy fölállt egy fideszes EP képviselő, senki nem tudja, hogy ki ez, de elmondom, ez a csávó éveken keresztül a Megafonnál volt fizetési listán, havi 1,2 millió forintért, most lett belőle EP képviselő, és fölállt, és azt mondta a magyarországi vitában hozzám fordulva, vagyis nem hozzám, hanem Manfred Weberhez, a néppárt frakcióvezető emberhez fordulva,
hogy hogy ülhet az ön frakciójába egy olyan, és hogy védhet meg egy olyan embert, aki büszkén idézi Hitlert, és itt rám gondolt. Mert hogy a tévétüntetésre én azt mondtam, Hitlertől mondtam egy mondatot, amit a propagandára mondott, mint utolkedőt nem is ő mondta, hanem Goebbels a minisztere, és azt mondtam, hogy a Fidesz ezt valósította meg a propagandába. Én nem pozitívként mondtam, hanem hogy idáig jutottunk 2024-ben, hogy megvalósították Goebbels szavait a fideszes propagandisták. És képes volt azt hazudni ott az LP-ben, mert tudja, hogy ott azért az nem hangzik jól egy németnek, hogyha Hitlertől idézgetnek pozitívan, vagy bármi ilyesmit. Senki nem tett ilyet. Tehát képesek úgy megvágni a szöveget, ha te megkérdezik, hogy te ettél ma? Nem ettem. És a nemet levágják elő, és az ettemet berakják. Minden. És egyébként mindenkinek javaslom, ma felkerült az internetre egy videó, nem tudom, hogy már elérhető, nyilván nem fogja lehozni sok sajtó, nem is kell. Egy valamelyik ilyen alsó bugyraiba az internetben, ahol az én nadrágos sztorimat átültetik a miniszterelnökre. És Deák Dani ott a miniszterelnökről beszél, és megcsinálják az ellenkezőjét, hogy a miniszterelnök hogyan vetkőzött, meg játszótereken mit csinált a gyerekeknél. Full hazugság az egész. De ma már ilyen technológia van, a deepfake, úgy tudják az ő hangján elmondani és a szájába adni, mint hogyha a valóság lenne. Úgyhogy erre készüljenek, mert a legdurvább lesz mindenkiről, akármelyik tiszapárti aktivistáról, akármelyik párttagról, rólam, családtagomról, ez lesz. Ez lesz az első ilyen kampány, amikor az AI-t, a mesterséges intelligenciát, a deepfake-et, ezeket fogják alkalmazni. Úgy fog táncolni, nem tudom, ez a képen Orbán Viktor, mint hogyha Michael Jackson lenne. Mindent meg tudnak csinálni. Bocs, hogy közbevágtam. Hát inkább a bicskei gyerekotthon vezetőjét lehetne Michael Jacksonnal rokonítani, de... Szerintem ne bántsuk Michael Jacksont ennyire. De... Most itt van a lehetőség, igaz, hogy már nagyon futunk ki az időből, de itt van a lehetőség, hogy önök is kérdezzenek. Az a kérésem, hogy röviden, hát Magyar Péter felé ez fölösleges kérdés, de önöktől azt kérem, hogy röviden kérdezzenek, és lehetőleg tényleg kérdés legyen, és ne vélemény, meg ne köszönet, hanem tényleg olyan, amire nem hangzott el eddig, és kíváncsiak. Azt hiszem, hogy a hölgynél lesz a mikrofon? Igen, ott van a hölgynél a mikrofon, úgyhogy amennyiben van kérdésük, akkor szívesen válaszol Magyar Péter vagy Radnai Márk. Parancsoljon, hölgyem! Szeretném megkérdezni, hogy hány embernek kell a Fideszbe, a parlamentből kilépni, hogy a kétharmad megszűnjön? És hogy nincs annyi bátor ember tényleg a Fideszbe? Az a kérdés, hogy mennyi embernek kéne kilépni a Fidesz frakcióból, a kétharmad megszűnjön, nem soknak, kettőnek, de nincs jelentősége már, mivel a kétharmados szabályokat meghozták, a kétharmados pozícióba az embereket megválasztották, ha most holnap után megszűnne a Fidesz kétharmada, nem sok minden változna már. Igazából ennek már nincs jelentősége, hogy persze mindig van jelentősége, mert mindig hoznak új jogszabályokat, mert még kell módosítani ezt, azt, amazt, még alaptörvényt is fognak módosítani, biztos, hogy párszor a Gránit-szilárdságút. És majd választási törvény talán. De a választásoknál sokat számíthat, hogy addig hoznak még valami olyan. Persze a választási törvényt, ahogy a Balázs is mondja, így még van, módosíthatják. Van, de akkor már nem a kérdés tudnánk. Az volt, hogy van-e ilyen bátor ember, nincs, és nem fognak kilépni. Nincs, szavazógombok, nincs. És a szavazógombok nem szoktak kilépni. Azért fizetik őket, hogy nyomják a gombot. Szomorú. Köszönjük. Következő kérdező. Úgy látom, itt vannak bátor emberek, úgyhogy az úr igen, következik. Igen, köszönöm. Azt kérdezem, hogy Magyar Péternek van-e félnivalója? Mert mint a sarokba szorított vadolyanok ezek a Orbán Viktorék. Van-e félnivaló? Milyen értelemben? Fizikálisan. Fizikálisan van-e félnivaló? Szerintem nincs. Mert... És a veszni látszik minden számukra. Nincs fizikálisan félnivaló, én ebben biztos vagyok, persze mindig vannak bolondok, de mivel a hatalom pontosan tudja, hogy, és ezt már szerintem az első interjúmban a Partizánban is elmondtam, hogy ha én lennék Rogán Antal, akkor minden haja szálára vigyáznék Magyar Péternek, mert ha egy is meggörbül, akkor azt nem mossák le magukról. Ők nem ezt az eszközt használják, hogy fizikálisan nekem bármi bajom legyen, hanem az ellehetetlenítést, a lelki terrort, azokat a dolgokat, amit szerintem mindannyian éreztek, vagy éreztek, hogy azért nem annyira egyszerű, hogyha az embernek van három gyereke, és van családja, és van, nem tudom, szülei, akkor azért néha nem egyszerű elviselni ezt a szenny áradatot, amit ők nyomnak. És az sem érdekli őket, hogy az én volt feleségem, vagy a
ő a rendszer része volt, ő a kollégájuk volt, és a mi gyerekeink azok közös gyerekeink, semmi nem érdekli őket. Ilyen szempontból igaza van, tehát a hatalom megtartása érdekében, a szabadságuk, az összeharácsolt vagyon megtartása érdekében semmi nem drága nekik, de nem hiszem, hogy a fizikai biztonságomat kellene féltenem, nem ért engem, lekopogom semmilyen atrocitás. Az ország minden részén elképesztő szeretettel és bizalommal fogadtak, még olyanok is, akik esetleg nem szavaznak ránk. Úgyhogy én nem hiszem, hogy félni kell. Természetesen látjuk, hogy mi történt Szlovákiában, hogy mi történt Amerikában, hogy egyre jobban durvul el. És pontosan én, amikor történt a Fico elleni merénylet, akkor pont ezt írtam ki, hogy nem lesz jó vége annak a gyűlöletkampánynak, amit a Fidesz folytat. Mert hogy a Fidesz semmi más nem folytat, csak gyűlöletkampányt. Nem szakmai vitákat folytat sem az egészségügyről, sem az oktatásról, sem az önkormányzatokról, sem a helyügyekről. Kizárólag az emberek elleni gyűlölet és megosztás és uszítás, ami csinálja. És nyilván ennek jelenlegi fő cél. Biztos, hogyha nem is ők, de ez a gyűlölet kialakíthat olyan egyes emberekbe egy olyan fokú, nem tudom, utálatot vagy ellenérzést, ami elvezethet odáig, hogy az illetőt, mert a Fidesznek a hatalmát. De én bízom benne, hogy nem ilyen országban élünk, és hogy idáig nem jutunk el. A komment mezőben, az online térben rengeteg ilyen ember van, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem kaptam rengeteg levélben is fenyegetést, de eddig ennek semmilyen megvalósulása nem volt. Én ugyanúgy járok magam testőr nélkül vásárolni a gyerekekkel ide-oda. Itt most van velem két ember, két biztonsági ember, amikor itt tömegben megyünk egy rendezvényre, nem 62, mint Szijjártó Péterrel a Balatonban és a Central Parkban, és én ezen nem is szeretnék változtatni, én szeretnék normális ember maradni, ugyanis, és aztán bezárom a kérdést, ha én félnék, akármikor egyedül otthon, vagy amikor megyek fel a lépcsőn sötétben, vagy bárhol, amikor egyedül vagyok, akkor nem tudnék egy pillanatig sem létezni. Tehát ha én elhinném azt, hogy nekem félnem kell, akkor megszűnnék Magyar Péternek lenni. És a másik, hogyha ugyanúgy 62 tekessel, vagy magán biztonsági emberrel járkálnék, mint mondjuk Szijjártó Péter, vagy a miniszterelnök, akkor pedig a valósággal veszíteném el a kapcsolatomat. A legnagyobb probléma szerintem jelenleg a miniszterelnökkel az, hogy ő évek óta nincs kapcsolatban a valósággal, hogy ő mindenhova megtervezetten megy, és nem csak a biztonsági emberek, hanem a sajtó, az egész perepúgy körülötte. Ő nem tud lemenni a boltba, nem tud lemenni a sarokra, a grundra, nem tud lemenni a gyerekéért, vagy az unokájáért, nem tud elmenni a Balatonra, és ezért nem tud földi halandókkal, igaz, rendes magyar emberekkel találkozni. És a saját köre, úgy állította össze a saját embereit, hogy ők pedig elzárják a valóságtól. És ez nem az első a világ történelemben, amikor egy vezetőt elzárnak a valóságtól. És nem jut, szerintem nem is jut hozzá egy csomó minden vissza, hogy milyen helyzetek vannak. Ők jelenleg olyan állapotban vannak, hogy a saját propagandájukat is elhiszik. Elhiszi azt, hogy neki magyar miniszterelnökként ebben az országban a világrendszerváltásról kell beszélnie. Elhiszi azt, hogy az ő történelmi szerepe az, hogy a kínai elnökkel, az amerikai elnökjelölttel, az orosz elnökkel és az ukrán elnökről beszéljen a békéről. Pedig neki nem ez a feladata. Mert nem vagyunk világhatalom, és nincs olyan helyzetben az országunk, mint mondjuk Svájc vagy Luxemburg, aminek az elnöke vagy miniszterelnöke megtehetné, hogy a diplomáciába élje ki a mindennapjait, de ennek ellenére nem teszi. Mert egy svájci miniszterelnöknek, vagy egy luxemburgi miniszterelnöknek hiába a csillagokat verdesi a GDP, legfontosabbak. Hogy a kérdésre válaszolva, nem félek, nem kell félnem, de ha félnem, kéne se félek, mert különben nem tudnék így haladni előre. Köszönöm. Még egy beszélgetést szeretnék idézni, csak az érdekesség kedvéért. Választások előtt pár nappal felhívtak a Tapolcai Fidesz irodából, hogy szavaznék-e a Fidesz jelöltre. Mondtam, hogy felejtsék el, hogy én erre a szeméttetű bandára szavazni fogok. És azt mondta a hölgy, hogy hát akkor inkább ez asszonyverőre. És mondom, mégis kire gondol? Mondta, hát a Magyar Péterre. Ugye nadrágszi, csart, még az a jó, hogy apró pénz nem volt a zsebedben, mert az még súlyos bitó körülmény lett volna nagy valószínűséggel. És mondtam, hogy én meg azt gondoltam, hogy az Orbán Viktorról. Azt sem értem, hogy ő neki egyébként zárójelben mondom, hogy az asszonyveréséről nincs valami felhozata. Hát ezt ugye senki nem bizonyította, tehát addig, amíg ezt nem bizonyítják, sőt, még csak... Igen, én csak azt szeretném, bocsánat, és aztán nagyon röviden mondani, hogy bármit is csinálnak ők, bármivel vádolnak. Ugye engem soha
sem a volt feleségem, semmelyik barátnőm nem vádolt azzal, hogy én bántottam volna. Ezt ugye a propaganda tette hozzá. Veszekedés szerintem minden kapcsolatban van, hangos beszéd meg főleg, de ők bármit is csinálnak, bármit fognak kitalálni rólunk, vagy a pártársaimról, vagy a szövetségeseinkről, mi nem fogjuk ezt csinálni. Persze, van legenda sok fideszes politikusról, én sok mindent tudok, ami nem is legenda, én hallottam első kézből, de mi nem fogjuk ezt csinálni. Mi nem egy ilyen országot szeretnénk építeni, és szerintem a gyűlöletre nem lehet gyűlöletválasz. Szerintem pont ebből van elege a magyar embereknek, és pont ezért kontraproduktív, amit ők csinálnak, csak ezt még ők nem ismerik föl. Ők kereszténységről papolnak, ugye most jöttem a templomból, meg így, meg úgy, meg amúgy. És közben mindenben az ellenkezőjét csinálják. Ellenkezőjét csinálják a szegény emberekkel, az elesettekkel, azokkal az emberekkel, a beteg gyerekeket nevelő családokkal, akik nem tehetnek róla, hogy nehéz helyzetben vannak. Most itt is beszélgettem egy ilyen családdal, és mindenhol vannak. Az ellenkezőjét csinálják, de attól mi még nem fogjuk. Én nem fogom döngetni a mellemet, hogy mi keresztények vagyunk. Mert egyrészt nem is mindenki keresztény, másrészt meg senkinek semmi köze hozzá 2024-ben, hogy ki milyen vallású és ki mit gondol a világról. Mi jó, saját jó érzésünkből humanista emberként nem megyünk le erre a szintre és ilyen pályára, vagy ahogy mondták, vagy szokták volt mondani, egy bizonyos szint fölött nem megyünk le egy bizonyos szint alá, meghagyjuk Menczer Tamásnak, Dajcs Tamásnak, Rogán Antalnak és a Megafonnak. Köszönöm. Itt ezen a, bocsánat, hogy itt félbevágok, de itt ezen az oldalon egy fiatal hölgy szeretne kérdezni. Igen, én nagyon fiatal vagyok, 82 éves. Lehet, Isten éltesse! Lehet, hogy amilyen kérdést fölteszek, meg fognak kövezni. Azt szeretném öntől kérdezni, mikor lesz az, hogy magyarországi szavazás csak magyar polgárokat illet meg? Nem Amerikából, Németországból, Romániából, meg a... Segítsük az embereket, akinek szüksége van. De én ezt olyan igazságtalanságnak tartom, én se szeretném az én háztartásomban a szomszéd beleszólna, és én szerintem egy már régen nem lennének a fideszesek, a kintről támogatott választók nem ő rájuk szavaznak. Úgyhogy köszönöm a kérdést mindenkitől. Hagy ismételjem meg, mert nem biztos, hogy hallatszott a közvetítésben, hogy mikor lesz olyan választási rendszer, nem szavaznak a Magyarország. Se az Amerikában élők, se az Erdélyben élők, se bárhol máshol élők. Mert hogy, azt mondta a fiatal hölgy, 80 hány évesen? 82 évesen, hogy egyébként már rég nem lenne a Fidesz hatalmon. El kell, hogy keserítsem, de a külhoni magyarok szavazata pontosan egy mandátumot eredményezett az előző választáson. Egyet. Mondjuk ez a kétharmadhoz hozzájárult, de ettől még hatalmon lenne. És azt is szeretném elmondani, hogy a Tisza kormány bármennyire is, esetleg ez nem tetszik, és önök köveznek meg engem, nem abból fog állni, hogy elvesz dolgokat. És most nem csak a külhoni magyarokról beszélek, és nagyon sok helyen a Fidesz ezt fogja alkalmazni, és azért szeretném ezt most elmondani, és el fogjuk többször mondani. Azzal fognak ijeszgetni, hogy elveszük a 25 év alatti fiataloknak az adókedvezményét. Azzal fognak ijeszgetni, hogy elveszük a 13. havi nyugdíjat. Azzal fognak ijeszgetni, hogy elveszük a 40 éves nyugdíj lehetőségét a hölgyeknek. És azzal fognak ijeszgetni a külhoni magyaroknál, hogy majd ott minden támogatást, meg szavazati jogot elveszünk. A Tisza kormány nem elvenni fog. Egy rétegtől fog elvenni, és az a nemzeti együttbűnözés rendszere. Évente 3-5 ezer milliárd forint tűnik el a rendszerből miattuk, és ez nagyon sok pénz. Nem kell semmit megszüntetni Magyarországon, számoljunk le azzal, és mindjárt válaszolok, számoljunk le azzal a narratívával, hogy mi egy szegény ország vagyunk. Nem. Mi egy abszolút az európai középmezőnyben lehetnénk a magyar emberek munkája, a hatékonysága, a szorgalma alapján. Nagyon magas a foglalkoztatott magyarok száma, relatíve sokáig is dolgoznak magyarok, és sokat. Itt a probléma az van, hogy elfolyik a rendszerből a pénz, illetve olyan rendszereink vannak, amik nem garantálják azt, hogy ez visszakerüljön. Az elosztás nem jól van megszervezve. De ugyanide tartozik a szavazati jog is. Ezt ugye nem szoktunk erről sokat beszélni, de a világon nagyon sok ilyen ország van, nagyon sok európai ország van,
amelynek az állampolgárai szavazhatnak. Franciaországnak például Közép-Amerikában lévő volt gyarmatai, de oda tartoznak most is azok az országhoz, ott is szavaznak, pedig nem élnek effektíve ott. És nagyon sok olyan európai ország van, amiknek Amerikában élő, vagy Izraelben, vagy Ausztráliában élő állampolgárai ugyanúgy szavaznak. Ez egy teljesen bevett dolog, hiszen ma már az Európai Unióban, ott vagyunk benn, simán van, hogy valaki kimegy, és 20 évig kint él. És nem adózik itthon, de 20 év múlva hazajön. És ugyanez igaz a határon túli külhoni magyarokra. Erdélyből nagyon sokan telepednek át, korábban még többen telepedtek át, most Kárpátalról nagyon sokan jöttek megint a háború miatt, nyilván, de ugyanez vonatkozik délvidékre is. Ma már van egy olyan mobilitás az ember, és ez szerencse, hogy nem zárt határok vannak, nincs vasfüggöny, ez az uniónak az egyik áldásos előnye, hogy bárki átmehet, fiatal, idős, és utána holnap meggondolja magát, visszaköltözik. Ma már nem lehet azt megmondani, hogy akkor valaki 5 évig nem lakik itt, akkor elveszíti az állampolgárságot, elveszíti a szavazati jogát, mert lehet, hogy őt is befolyásolni fogja ez a választás, mert olyan adórendszer lesz, ami miatt haza fog költözni. És én nagyon-nagyon számítok a Londonban, Dortmundban, Madridban, Amerikában, Ausztriában, Izraelben élő magyarokra, ugyanúgy, ahogy az erdélyi magyarokra, a délvidékiekre és a felvidékiekre és a kárpátaljaiakra is, a szavazásnál is, de az ország újjáépítésében is. Szerintem a Fidesznek egy óriási bűne, majdnem akkora bűne, mint Gyurcsányéknak 2004-ben a kettős népszavazás, ami meg akarta osztani a anyaországi magyarokat és a külhoni magyarokat. Most a Fidesz osztja ezt meg, mert olyan kedvezményeket ad nekik, olyan politikát folytat, olyan beruházásokat eszközöl, mondjuk óvodát épít, kizárólag horvát anyanyelvűeknek, óvodai támogatást ad, full szlovák gyerekeknek és családoknak, akik beiratják azért abba az iskolába a gyereküket, hogy megkapják a magyarországi, nem tudom, havi 100 000 forintos támogatást, ez visszaélés a rendszerrel, de ezzel akarja magát erősíteni a Fidesz, és ezzel megint megosztja a magyar társadalmat. Mi pont nem ezt szeretnénk csinálni, mert ugyanannyira fontos szerintem egy kolozsvári magyar, mint egy Londonban élő magyar, az viszont nem lehetséges, hogy kétféleképpen szavaznak. Tehát az, hogy az erdélyi magyar szavazhat levélben, de mondjuk az Észak- vagy Dél-Németországban dolgozó magyar pedig el kell, hogy vándoroljon az 1000 kilométerre lévő főkonzulátusra vagy nagykövetségre, és csak ott szavazhat. Mert ez még a fideszes alaptörvény szerint is biztos, hogy alaptörvényellenes, bármit is hozott ki a fideszes alkotmánybíróság. Úgyhogy ezt tudom válaszolni, hogy nem azzal van a baj. Egyrészt félre vannak ott is vezetve az emberek, de ott is van ám egy változás. Ott a Fidesz 95%-ot kapott az előző választáson, most már nem kapna ennyit. Ott is ugyanúgy rájönnek Székelyföldön, délvidéken, nem tudják elképzelni, hogy hány levelet, e-mailt kapok onnan, hány helyre hívnak kis székelyfalvakban. Ugyanúgy látják a NER-nek a bűneit, és ugyanúgy látják ezt a megosztást. Nem azt mondom, hogy mi ott nyerni fogunk 70%-kal, de hogy nem 95-5 lesz az eredmény, abban egészen biztos vagyok. És én szeretnénk itt is egy megbékélést, ahogy a budapestiek, a vidéki, az idősek, a fiatalok és a liberálisok és a szocialisták közé. Mi egy közös nemzetet szeretnénk építeni. Nincs jobb, nincs bal, csak magyar. Mi ezt komolyan gondoljuk. Köszönöm szépen. Több kérdésre sajnos ebben a panelben nem jut lehetőség, azonban egyrészt köszönöm Magyar Péternek és Radnai Márknak, hogy részt vettek ezen a beszélgetésen. Másrészt nagyon köszönöm önöknek, hogy ilyen aktívak voltak, és kérdeztek, és ennyi ideig tudtak figyelni. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk Veszprém megyének. Nagyon szépen köszönjük. Nekem, szívemnek nagyon-nagyon kedves vidék. Sokszor elmondtam, hogy Bándon töltöttem minden gyerekkori nyaramnak egy jó részét, legalább 2-3 hetet. Mindig örömmel jöttem még a régi 8-as úton is. És amikor megláttam a Bándi csárdát, akkor mindig összeszorult a szívem. És most is, most már nem a Bándi csárda miatt, ami a sok éve bezárt, hanem a temető miatt, mert most már ott fekszenek a nagyszüleimek, akiknek talán a legtöbbet köszönhetek ebben az életben. És hát egyébként a Balaton felvidék is itt van önöknél, ez egy csodálatos megye. Vannak itt Balatonhenyéről is, amihez megint csak különleges szálak fűznek, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk, és hajrá Veszprém megye, és remélem, hogy tudunk együtt dolgozni, és hogy megcsináljuk önökkel közösen itt Veszprém megyében is, és az ország más részein is a változást, amit megérdemelnek önök is, ti is, a gyerekeitek és az unokáink is, hogy egy teljesen másfajta élhető, békés, európai, modern Magyarországon éljenek. Köszönjük, hogy eljöttetek nagyon. Ha már a csárdát említetted, Péter, akkor most jön annak a zsűrizésnek az eredménye, amiben engem nem vett. Amiben a Balázs kimaradt. Amiben...
évekbe. Ezt pedig te fogod prezentálni? Igen, igyekeztem szép végszót mondani, Balázs elrontotta, de még egyszer köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és folytatjuk, és elköszönünk a nézőinktől. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a Facebookon is, meg a YouTube-on is. Minden jót! Te fogod átadni a díjakat, Péter. Úgyhogy odaadom ezt a mikrofont, jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Neked is köszönöm. Még maradjatok, maradj itt szerintem. Igen. Nem tudom, hogy itt van-e minden csapat, mind a 9 csapatból valaki, akik részt vettek a főzőversenyen. Szeretnénk megköszönni az 5-tagú zsűri és minden szervező nevében, hogy ilyen lelkesek voltatok, és hogy ennyit dolgoztatok. Én amikor megjöttem, már akkor mondtam, amikor szembesültem ezzel a főzőverseny kiírással, hogy elég nehéz a narancsos buktát, és a gulyáslevest, és a halászlet, és a székelykáposztát, és a slambucot, és nem tudom, hogy mit összehasonlítani. Nem így szoktak zajlani a főző versenyek, de szerintem igyekeztünk több fajtát is kiválasztani a 9 csapatból. Ugye 5 oklevél emléknap van nálam, akik valószínűleg ebből kifolyólag nem szereztek helyezést. Őnekik szeretném külön megköszönni egyenként, és kérem, hogy jöjjön ki legalább egy, de akár az egész csapat, egy szereplő, de akár az egész csapat. Először is szeretném megköszönni a szívemhez oly közel álló Tapolca városának képviselőinek, első Tapolca és környéke, Tisza-sziget résztvevőinek, tagjainak a munkát ezzel az emléklappal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Esetleg majd egy fotót csináljunk, hogyha még visszajön, csinálunk mindenkivel egy közös fotót. És ugyanígy szeretném szólítani ide első, az új Tisza-sziget, azt hiszem ez az, első Devecser és környéke Tisza-sziget tagjait, vagy legalább egy tagját. Köszönjük szépen a finom étket és a munkátokat. Ezt átadnám, és egy fotót lövünk, ha megengeded. Köszönöm még egyszer. Hajrá, Devecser, köszönjük szépen! A következő, már egy nagyobb város, Királynék városa, első Veszprém és környéke, Tisza-sziget. Köszönjük szépen az ételt és a munkátokat. Veszprémben tudomásom szerint több Tisza-sziget van, úgyhogy ez az első. Már három, köszönjük szépen, és gratulálunk azért ettől függetlenül. Nagyon köszönjük a munkátokat. Gyertek, és lőjünk egy... Balázs nem tudja, mit hagyott ki, de azóta is bosszus. Nézzétek az arcát! Igen, bocsánat, mondjuk be az ételt! Pincepörkölt, bakonyi pincepörkölt volt. Köszönjük szépen! Most már a helyezettek jönnek? Nem. Még ez nem? Gyurcsány Ferenc szülővárosa. Első pápa és környéke Tisza-sziget. Nem akartam megsérteni a pápaiakat, elnézést kérek. Egy csodálatos város. Csodálatos rendezvényünk volt ott is az országjáráson. Köszönjük szépen a munkát. Köszönöm szépen nagyon. Ezt átadnám és csinálnánk egy fotót. Gyertek ide. Temesvári Tokány. És az utolsó, akinek emléklapot tudunk adni, az a Népkonyha. Nem tudom, hogy van-e itt képviselőjük. Igen, parancsoljon. Az utolsó fogás volt. Palócleves volt? Mi volt az? Meg elárulok egy műhelytitkot, annyira forró volt, hogy nagyon nehéz volt, úgyhogy lehet, hogy még több pontot kapott volna, és ez nem, most már lehet. Nagyon szépen köszönjük, és jó munkát kívánunk, nagyon szépen köszönjük.
összedobtuk. Ez, a, ami, ami maradt? Nem, rengeteg van még. Nyomta egy trackfúdos, és... És kellett csinálni. Ja, ezért jó, oké, oké. 80 liter köztünk. Köszönjük. 80 liter, és még van belőle, úgyhogy tessenek megkóstolni. Köszönjük szépen. Jó. Egy harmadik helyezettünk van, két második helyezettünk, volt verseny és egy győztes. A harmadik helyezett az a Tiszta Szív Balatonfüred és környéke, Tisza Sziget. Szívből gratulálunk. Mi volt az étel? Igen, ez nincs itt, majd mindjárt meg... Slambuc! Slambuc! Isteni volt, köszönjük szépen, és gratulálunk. Köszönjük szépen. Átadom. Köszönjük szépen a munkátokat, és gratulálunk. Köszönjük. Csináljunk egy... Csináljunk gyorsan egy fotót. Igen, egy rossz helyen állunk, de előbb is szóltunk. És, bocsánat, még mielőtt tovább haladnánk, mert az élőadásban elfelejtettem, viszont most eszembe jutott. Itt van a vándorkürtünk, Lehel kürtje. Ugye ez a Pelszó Tiszaszigetnél van most, ők készítették, és azt beszéltem a tiszaszigetesekkel, hogy ugye ez egy vándorkürt. De nem úgy fog vándorolni, hogy először elterveztük, hogy akkor elmegy magába valahova, és az a Tiszasziget továbbadja, hanem ők fogják majd mindig elvinni az ország különböző részére. És azt szeretnénk kérni, hogy ha itt vagytok most 13, vagy ők a 12, ők egy, akkor 12 másik Tiszasziget, ha van nálatok bármilyen szalag, vagy bármi ismertető jel, ami rátok vonatkozik, akkor ezt tegyétek rá. Mert az kellene, hogy mire ez körbe megy az országba, tele legyen mindig az aktuális, oda jellemző, tájegységre jellemző színekkel, szalagokkal, népviselettel, bármivel. Úgyhogy ha bármelyik Tiszaszigetnek most van ide, ilyen-e, akkor legyetek szívesek majd itt, mikor végeztünk rátenni erre a gyönyörű kürtre. És akkor most jön a két második helyezett, akik, ha jól értem, akkor holt versenyben vannak. A... Igen, ez egyértelműen a magas színvonalat jelzi, meg a zsűri döntésképtelenségét is egyszerre. Most más szót nem használok, azt már használtam a kormányra. Az első Zirc és környéke, Tiszasziget az egyik, az első második helyezett. Szívből gratulálunk, nagyon szépen köszönjük a munkátokat, nagyon szépen köszönöm. Ezt át is adom. Először az egy emléklap, és csinálunk egy fotót, hogyha ne... Mi voltak a toros káposzta és a narancsos bukta. A második helyezett a helyiek. Első Ajka és környéke, Tiszasziget. Köszönjük szépen. Ott mi volt az ember? Halászlé. Nagyon szépen köszönjük és gratulálunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Maradt még belőle? Maradt. Bajai. Ezt átadná. Bajai Halászlé Ajkán, és még maradt belőle. És akkor... Igen, utána oda kell adnom Balázsnak, mert nagyon szeretne valamit tenni, tehát mindenképpen szeretne még egyezkedni. A győztes pedig a 9 csapat közül első Almádi és környéke, Tiszasziget. Gratulálunk a Balaton Almádiból jövő tiszaszigeteseknek. Köszönjük szépen nekik is, és... az összes csapatnak szívből gratulálunk.
Mi volt ez az ennivaló, mert én már nem emlékszem. Ponty. Grillezett ponty. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a munkát. Gratulálunk. Gratulálunk. Nagyon köszönjük. Neked, bocsánat, gratulálok. Köszönöm szépen. És csinálunk egy fotót gyorsan. Meg sehova. Mert úgy tudom, hogy illetve az a kérés érkezett a helyi szervezőktől, hogy most feljönnek a színpadra tiszás aktivisták, remélem jól mondom, és valami közös éneklés következik állítólag. Úgyhogy... Akkor szerintem mindenki, akinek van kedve, az jöjjön föl, aki aktivista, aki nem az is, aki meg csak lemarad, ő is énekeljen velünk. Gondolom valami ismert nótát fogunk énekelni. Én viszont elköszönök önöktől a viszontlátásra, köszönöm a figyelmet. És itt van velünk Laci, akivel hol találkoztunk először? Balaton Almádiban, ahol aludtunk az országjárás idején, és reggel arra ébredtem, hogy különböző részben magyar, részben amerikai nótákat gitározott. Úgyhogy köszönöm szépen azóta is, rengeteg helyre elkísér minket, és rengeteg helyen közösen tudjuk énekelni vele az ő segítségével a tavaszi szélt, vagy akár a Kossuth nótát, vagy sok minden mást. Bármit. Köszönjük szépen, úgyhogy akkor gondolom ma is valami hasonlót fogunk énekelni. Jó. Azt még nem mondtam el, de talán már máshol elmondtuk, hogy most már lassan ugye október közepe van, és nagyjából október közepén, de legkésőbb október végén újraindul az országjárás, most már több csapattal, úgyhogy nyilván errefele is fogunk jönni Veszprém megyébe, de az ország minden területére. Profiban fog menni, előre fogjuk tudni jelezni, most már sokkal szervezettebbek vagyunk, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, és azt szeretném kérni, hogy minél több embert hívjatok majd el, olyanokat is, akik esetleg még nem aktívak politikailag, vagy nem értenek velünk mindenben egyet. Mindig el szoktam mondani Józsi bácsi esetét Kapuvárról, aki ugye egy békemenetes no-war táblával jött el a rendezvényünkre, majd egy hét múlva már a Tisza aktivistája volt, és a Tisza pártra szavazott az LP választáson. Nincs nyerhetetlen küzdelem, nincs olyan fideszes szavazó, akit nem lehet arról meggyőzni, hogy a hazája, az unokája és a gyerekei fontosabbak, mint a nemzeti együttbűnözés rendszerének a rendszere. No, nem nekem kéne elkezdenem, kinek van szép hangja? Nekem. Állj az egész kórus, ezt még gyakorolnunk kell. Várjatok egy... Lacit nem hívjuk legtöbbször, mert megtrollkodt a tavaszi szelet. Virágom, virágom,
javaslat a kórusomnak. Bravo! Kossuth Lajos, Kossuth Lajos. Egy éve így járunk, ő adja a hangot. Köszönjük szépen ennek a rengeteg önkéntesnek a mai napi munkáját. Nekik köszönhetően valósult meg ez a szép nap. Köszönjük! Az biztos, hogy ennélkül a sok ezer önkéntes nélkül, aki segít nekünk, sehol nem lennénk, sehol az országban, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nektek is, és mindenkinek, aki akár a tévé előtt, akár a Kossuth téren, akár a Hősök terén, bárhol segített, és akik október 23-án fognak nekünk segíteni, azonnak előre is köszönjük. Minden tiszteletünk és hálánk, köszönjük szépen!